A nagyáruházak már hetek óta óriási erővel hirdetik a november 23-ára péntekre időzített akcióikat. Sokan vannak, akik csak emiatt kezdenek ismerkedni az online vásárlással. És még mindig sokan vannak, akik tartanak tőle, nem érzik biztonságban magukat, adataikat. Igazából nem kell félni az online vásárlástól, körültekintően kell eljárni ezzel kapcsolatban. Érdemes megnézni, hogy megbízható hely legyen, ahol vásárolunk, érdemes megnézni véleményeket az online üzletről. Online fizetésnél nagyon érdemes azt megnézni, hogy a bankkártyás fizetésnél a bank oldalán történjen a bankkártya adatainak beírása, ne pedig az üzlet oldalán. Ez is egy ilyen biztonsági tanács. De már egy egyszerű módon is meggyőződhetünk arról, biztonságos-e az oldal, ahol vásárolni szeretnénk. A böngésző sávban már a legtöbb online böngésző az írja, hogy nem biztonságos webhelyen van. Ezt egy ilyen SSL tanúsítvánnyal szokták a webáruházak tanúsítani magukat. Ahol ez zöld, ott tudjuk, hogy az mindenképpen egy megbízható volt, és nagyon fontos arra odafigyelni, hogy a bankkártya adatok beírása a banki oldalon történjen. A tapasztalat az, hogy évről évre egyre kevesebb az az oldal, ahol veszélyre számíthatunk. A közösségi médiában ugyanis futótűzként terjed el szinte pillanatok alatt, ha valahol veszély várja az óvatlan vásárlót.